Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt újra a Lélekdonor, már 2013-at írunk, és ez az első adás, és ezen az első adáson egy fiatalember a vendégem, Boldrogi Szabó Dénes, művész nevén Dvoja, akinek a szíve csücske a rap műfaj, és hogy ez pontosan mióta tart, ez a szerelem, ez iránt, a műfaj iránt, illetve hogy milyen elképzelései vannak a fiatalembernek a zenész pályán, hamarosan megtudhatjuk a beszélgetésből. És újra itt vagyunk a zenék után, a mai vendégem Boldrogi Szabó Dénes, művész nevén Dvoja, akit mondhatok úgy, hogy rapper? Igen, mondhatsz, és üdvözöllek, szervusz. Szia! Azt tudni kell, hogy egyrészt még régóta ismerjük egymást, másrészt, igen, hogy te se először vagy itt az FM egy rádióban. Igen, most vagyok másodszor, pontosan. Körülbelül májusban voltál, ugye? Akkor igen, egy május, egy olyan fél éve nagyjából. De most gondolom azóta sok minden történt veled, erről is fogunk beszélgetni, de első kérdésem, hogy vagy? Hogyan telt a szilveszter? Meg vagyok, köszönöm. Hát a szilveszter az egy kemény buli volt. Az avasi pincéknél voltunk egy ismerősnek a pincéjében. Hát egy karaoke bulinak indult, ebből aztán lett rappelés, meg freestylozás, meg persze ivászat, meg ünnepeltük az új évet. Úgyhogy nagyon jól sikerült, meg jól telt. Hát reggel 6-7 körül értem haza, kicsit átfagyva. Meg is vagy egy picit fázva. Egy nagyon picit, de nem vészes. Na most, ha jól tudom, akkor volt neked azért szilveszter előtt egy nagy buli decemberben. Igen. Erről egy pár szót, ha tudnám a kedves hallgatóknak mondani. Ahol a rapperek összegyűltek, és egy hatalmas nagy bulit csaptak. Igen, hol volt ez pontosan? Az Alsó Zsolcán volt, nem tudom, hány nevét mondhatom. Hát egy ilyen zöld, szerű kocsmában volt Alsó Zsolcán. És a pókerhez is köze van a helynek, szerintem mindenben mindenki be tudja tájolni. Hát igen, a Miskolc és környékbeli rapperek így hirtelen szerveződött egy buli, ők megkaptuk ezt a helyet, hogy ott felléphetünk, pontosan 28-án volt decemberben, és hát 4 fellépő volt, velem indítottunk, utána Minimál Prayer lépett fel, ő, hát végül is ő szervezte ezt az egész estét, aztán jött a 46-os körzet, és utána meg a Propeller Records, ők a helyi erőt képviselték Zsolcán, úgyhogy így mindenfelől érkeztünk, Miskolc, Sajóbáb, meg Alsó Zsolca, még nem tudom, még kihagytam-e valamit, de egy elég nagy bulit csaptunk szerintem, meg egész sokan eljöttek, aminek külön örültünk, meg nagyon lelkes volt a közönség is, úgyhogy nagyon jó estének tudom be ezt, jó hangulat volt. Mennyire jellemző az, hogy a rap műfaj kedvelői, illetve hát igazából nem csak kedvelitek ezt, hanem tulajdonképpen te például zenéket is szerzel, szövegeket is, igen, a többi fiúra, meg a többi csapatra is jellemző, hogy saját szövegeket, saját zenéket írnak, hogy arra akarok kiukadni, hogy mennyire jellemző az, hogy ti így összefogtok és közösen csináltok dolgokat. Hát ez számomra egy új jelenség így a környéken, mert jellemző volt már régen is ilyen 10-15 éve, hogy nagyobb városokban, kivéve így Miskolc és környékét, voltak ilyen összefogások, ilyen úgynevezett All-Stars csapatok vagy csoportosulások. Ilyen volt Veszprémben, a Veszprém All-Stars, meg volt még Győrben is, meg Pesten is, meg Pestnek különböző kerületein. Elég csak a nyújtkereseket említeni. De Miskolcon ilyen még nem volt, meg környékén ez számomra egy új dolog, meg elég hirtelen szerveződött, de elég jó tempóban haladt szerintem előre. És úgy érzed, hogy jó hangulatban telt mindenki végül is, több, ugye ott voltak a rajongók, gondolom a különböző, igen, mert igen, ugye igen. A rap stíluson belül is, a rappen belül is több stílus van. Persze, több van, még inkább több hangulat, vagy hangvétel van. És mégis jól megfértek egymás mellett. Abszolút, teljesen ott helyszínen ott volt a gangster rap, ott volt az elmélkedős rap, a bulizósabb, a hányom egymásra a rímeket és megmutatom, ki vagyok típus, és ezek mind megférnek egymás mellett. Egymás számaira is ugyanúgy tomboltunk. Na most készült egy lemez az évben, amiről majd a zenék után beszélgetünk. Jó, rendben. Újra itt vagyunk Dvojával, aki a rap műfaj egyik kiemelkedő miskolci képviselője, és arról beszélgetünk, hogy egyre inkább jellemző az, hogy a rappet kedvelő fiatalok itt Miskolc és környékén összefognak és létrehoznak vagy egy bulit, vagy jelen esetben egy albumot, aminek az a címe, hogy Acélművek, és ez ebben az évben jelent meg. Hogyan jött az ötlet, illetve ki volt ennek a
ennek a találója, ötletgazdája, illetve te hogyan keveredtél bele ebbe a munkába? Hát ennek az egész acélműveknek, ez lett a lemez címe is, még egyébként ez a csoportosulásnak is ez lett a neve végül is. Hát ha én jól tudom, akkor ennek Jurószapi volt a szellemi atya, vagy legalábbis engem ő talált meg ezzel, mert ha jól vettem ki, ő a fő szála vagy mozgatója ennek a szervezésében. De igazából ez egy ilyen közös dolog, szóval valaki felvett valamit, így főleg Facebookon szerveződik, így ilyen privát csoportban, és akkor valaki felvett valamit, és akkor megbeszéljük, meg megpróbáljuk összehozni, hogy abból a legminőségibb dolog jöjjön ki, meg mindig ötletelünk folyamatosan. Hát még most ez a lemez volt az első, így konkrétan engem ezzel keresett meg Juró a Facebookon, ilyen felhívás jellegű, küldjünk be egy-egy dalt, és akkor majd megnézik, hogy melyik kinek hogy tetszik, és akkor melyik kerülhet rá egy ilyen lemezre, meg melyik az, amit még fejlődnie kéne is, nem. Aztán én küldtem, és rákerültem, úgyhogy aztán végül is így feltettük ingyen az internetre, le lehet tölteni a mai napig, ott van a videók alatt is az elérhetősége, és nagyon meglepődtünk, hogy a semmiből csináltunk egy ilyen lemezt, és egyből roppant ahhoz képest, mi sokkal kevesebbre számítottunk, azt hiszem, ezt így mondhatom. Úgyhogy ez mit jelent pontosan számszerűen? Hányan látták már, vagy hányan töltöttek? Hát én konkrét statisztikát nem tudok letöltésbe, de olyat tudok, hogy kiszikezett minket egy oldal, oda tették a linket, és onnan le lehet szedni, és hogy csak azon az oldalon volt több mint 500 kattintás a linkre, és ez egy hét alatt. Úgyhogy nem tudom, nekem ez így nagy számnak tűnt ahhoz képest, amihez szokva vagyok, meg amit így gondoltunk, úgyhogy nagyon örültünk a cikknek is, hogy híreszteltek minket, meg annak is, hogy ennyi ember érdeklődött, meg rengeteg visszajelzést kaptunk, szinte csak pozitívakat. Volt, aki az összes dalt a lemezen, majd nyilván előadónként volt egy-egy dal, az összes dalt elkezdte kritizálni, pozitívan, negatívan tanácsokat adni. Foglalkoztak. Igen, abszolút, és egy jó ilyen helyi megmozdulás lett belőle, meg még nagyobb rapperek is kihírezteltek minket. Uh-huh. Ők is megtalálták a lemezt, például Deniz, és akkor ő is kitette. Hogy ezt érdemes tölteni. Hány számod van ezen a lemezen, és melyek azok? Ezen egy dal van tőlem, a Hald a szavam. Ami igazából nem konkrétan erre a lemezre készült, hanem ez majd régebb óta megvolt, meg kész volt. Még kicsit finomítgattam rajta, hogy úgy érezzem, hogy tényleg vállalható, meg hogy számomra a megfelelő minőséget hozza. És aztán ezt küldtem be. És hát úgy tűnt, hogy jó választás volt, hogy beküldtem. Tehát ezt küldted be, és ezt is választották, tehát nem arról volt szó, hogy választották. Igen, ezt az egyet küldtem be. Hát azt nem tudom, hogy ezt is hány csapat meg előadó küldött, de ha jól emlékszem, akkor 20 felett volt, és akkor abból volt. És hány ember kerülhetett rá? Hány szám van ezen az albumon? Ezen 16 szám van, ha jól emlékszem, de ebből vannak, ami rövidebb, meg van teljes hosszúságú dal is, úgyhogy elég vegyes, meg a műfajok is elég vegyesek, a beatboxtól, a rappig, a inkább hip-hoposabb dologig minden megtalálható rajta, meg van egy ilyen regi, ilyen halandzsa nyelven is, az is érdekes. Úgyhogy nagyon vegyes. Hát minden, ami Miskolcon meg környékén van, azt próbáltuk így, meg próbálták összefogni, meg olyan érdeklődés volt rá, hogy ennek nagy valószínűséggel lesz folytatása, mert most szerveződik a dolog, csak hát kell egy kifutási idő neki, mert ez az első, az nagyon hirtelen jött, még nagyon hirtelen rá csapott mindenki a lehetőségre az előadók közül, úgyhogy ez így teljesen rendben volt, viszont most egy átfontoltabb, jobban már gondolt, több idővel rákészült lemezt fogunk kidobni, ha minden igaz. És terveztek-e közösen valamilyen koncertet a nyáron, aki mondjuk azok, akik az acélművek lemezen alkotottak? Már tavasszal terveződik egy koncert. Lehetőség. Hát nem tudom, ebből mi lesz, mert még a helysz... Hát már úgy volt, hogy decemberben lesz egy ilyen, aztán ezt eltolták januárra, hogy legyen idő megszervezni, kihirdetni, meghívni valami nagyobb műfajon belüli előadót is esetleg. Aztán most hirtelen eljött a január, és mégis még nem szerveződött, úgyhogy most áttolták tavaszra. Úgyhogy ha minden igaz, akkor tavasszal valamikor lesz egy ilyen acélművek buli,
ami szintén egy ilyen rendezvénysorozatnak lesz az indítója. Értem, meg van már a helyszín esetleg, vagy most keresd? Az még több-több helyszín között vacilálnak a szervezők, hogy akkor melyik lesz a legtökéletesebb, meg előbb fel akarják mérni, hogy mekkora igény lenne ilyen fellépésekre, uh-huh. Csak akkor ahhoz képest választanak nagyságilag egy helyszínt, hogy hova hány ember fér be. Az, hogy pontosan hányan kedvelik ezt a műfajt így Miskolc környékén, illetve az országban, hogy mennyire népszerű a rap műfaj, erről fogunk beszélgetni nem sokára Dénessel. Itt vagyunk újra Dójával, és ugye a rap, mint műfaj mai beszélgetésünk témája, mennyire népszerű a mai fiatalok között ez a zenés műfaj? Én azt vettem észre, hogy egy olyan egy-másfél éve egyre népszerűbb. Nagyon hol szezonja volt a műfajnak, mert még a 90-es évek közepétől, nem is tudom, a 2000-es évek eleje környékéig, addig nagyon-nagyon fel volt kapva, elég itt Gangsta Zoliékre, Dope Merre, Majkára, meg ezekre a népszerűbb előadókra gondolni. Aztán egyszer csak így eltűnt, és akkor maradt így a föld alatti mozgalomként, és most megint úgy vettem észre, hogy kezd feltörni, meg a média is egyre többet nyúl ez a műfajhoz bátrabban. Hát nem tudom, hogy mi lehet az oka annak, hogy most ennyire fel van kapva. Én abban látom ennek a fő okát, hogy keverik a műfajokat, hogy a rappen belül, hogy az alapzenék már elektronikusabbak sok esetben, meg hogy a témák is populárisabbak lettek, próbálnak az előadók egy kicsit erre a partizós, meg erre a kicsit melankolikusabb, de mindenki számára könnyen érthető és nem durva kritikus hangvételre rámenni. Te ezt fontosnak tartod, hogy egy kicsit intellektuálisabb oldalról közelítsd meg ezt a műfajt? Igen, szerintem ez nagyon fontos. Alapból kell a műfajhoz egy megértés az előadó, meg a hallgató részéről is szerintem, mert én azt vallom, hogy ez az utcaköltészet. És nem tudom, vannak olyan vélemények, hogy ez egy semmi, meg hogy ez nem jelentékeny dolog. Szerintem nagyon is van jelentősége, és ahogy régen a költők megmondták a véleményüket egy kritikusabb éli versben, úgy ma ugyanez a költészet itt az utcán található a rappen belül szerintem. És jó, most lehet mondani előadókat, akik meg olyan szövegeket hoznak, hogy nem mond semmit, meg hogy nagyon, nagyon durva hangvételük van. Én még azt is tudom értékelni, abban is megvan a szépség, de mondjuk az az igazi, amikor egy előadó szinte már verset ír csak rap ritmusra, meg stílusban, mert itt is ugyanúgy megvannak a rímek. Ha a rímeket nagyon frappánsan tudja halmozni az előadó, úgyhogy közben a tartalom meg nem vész el, hanem tényleg egy összefogott koncepció van a szövegben, és van egy íve a szövegnek, valamint ha jó képeket, költői kifejező eszközöket tud alkalmazni, akkor gyakorlatilag mint egy jó vers zenével együtt úgy működik, és szerintem ez könnyebben megfogja a fiatalokat, mint nem tudom, egy-két nyálas a popszám, bár szó se róla, azok mindig mennek, popa sosem hal ki, meg nem tudom, ma a fiatalok nem nagyon olvasnak verset, mert én ezt sajnálom, viszont rappet meg hallgatnak, úgy vettem észre. Tehát te egy kicsit küldetésednek is érzed azt, hogy igen, hozzájuk abszolút. Ezt a költészet vonalat? Meg én azt vallom, hogyha van egy jó vers mondjuk a tankönyvben, akkor azt szerintem szinte biztos, hogy találni egy rap számot. Lehet, hogy külföldit, lehet, hogy hazait, de találni egy rap szöveget, ami összeegyeztethető vele, vagy párhuzamba vonható. És szerintem így közelebb lehetne hozni mondjuk a diákokhoz is a költészetet, ha megmutatnánk nekik, hogy amiket hallgatnak otthon, azoknak egy jó része felfogható versként, és aki nyomtatja a dalszöveget is megnézi. Akkor tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy te már próbáltál olyan rap számokat is írni, ami ismert költők versei alapú? Nem, én ilyet még nem hallottam tőled, csak azért kérdezem. Nem, ilyet még nem próbáltam, viszont volt egy ilyen kezdeményezés még 2012-ben, ami nagyon nagy sikert aratott. Ez a Red Bull Rend szervezésében volt egy ilyen Pilvaker nevű verseny. Nagy neves mai rap előadókkal voltak a zsűri tagok megoldva, és ez egy ilyen rap meg slam poetry verseny volt a 48-asok témában. A másikat értelmezzük, mi a slam poetry? Slam poetry. Hát ez egy ilyen szabadabb, nem is versszavalás, de nem is rap előadás, hanem valahol a kettő uh-huh. között. És lehet zenével vegyíteni, vagy nem zenével, lehet rögtönözve, lehet nem úgy.
gyakorlatilag ez egy ilyen Nike és mond, rap meg költészet között valahol. Legalábbis, ha jól tudom, nem vagyok annyira otthon a témában. Na és ezen a versenyen volt az, hogy a 48-as témakörrel kapcsolatban, meg az annak a költészetével kapcsolatban kellett ilyen forradalmi előadásokat tartani slam poetry-ben vagy rapben, és ezek voltak megversenyeztetve, és hatalmas sikere volt a dolognak. Na és ott volt olyan, hogy József Attila verseket, vagy mert még abban is van forradalmi téma, de például Petőfit, meg az egyéb nagy költőknek a híresebb verseit írták át rappesre. Például lett ilyen klip is, hogy Jancsi és Juliska sztori kicsit átfogalmazva, jól emlékszem, így volt. Úgyhogy jó pofa dolgok születtek ebből, meg nagyon igényes dolgok lettek. Indultál ezen a versenyen, vagy csak hallottál róla, és ha lenne mondjuk 2013-ban ilyen, akkor beneveznél erre? Hát nagyon gondolkodtam rajta, hogy induljak-e, de mire megtudtam a versenyt, mert nem jutott el hozzám, mert nem volt sok időm, és nem akartam összecsapni. Hát, hogyha most időben megtudnám, meg lenne még ilyen verseny, akkor szerintem valószínű elindulnék, de mondjuk nagy bátorság kell hozzá, ne is mondjam. Úgyhogy még vacilálok a gondolattal, de van rá esély simán. Na most neked több saját alkotásod van. Szám szerint hány darab van eddig? Lehet ezt tudni? Hát eddig 19 dalom van készen. Uh-huh. Hát ezek között van olyan dal, amit már újra vennék, átírtam már, nem volt még olyan kiforrott, és akkor most lehet, hogy még egyszer újra fogom venni. De vannak olyanok, amik még már hallhatóak, már nem is tudom, vagy 9 az, ami a neten megtalálható. Abból 2-höz készült klip is, meg a többi is ilyen dalszöveg videóval megtalálható. Egyébként meg jelenleg körülbelül 10 új dalom készül, hogy szép apránként, meg szép lassan, amik már sokkal kiforrottabbak szerintem, meg sokkal több idő van rájuk fordítva, szóval összetettebb lett témailag is, szövegileg, zeneileg is próbálkoztam új ízeket, valamint kaptam másoktól is alapzenéket, és ezek is egy új szint hoznak nekem. Ezekhez teljesen más szöveget írni, mint az általam megszokott, általam készített és kicsit talán sablonosnak tűnő hangszereket használt alapoknál. Úgyhogy abszolút most rengeteg dolog készül, meg rengeteg tervem van ilyen téren. Még maradsz itt beszélgetni velem. A következő megszállásban meghallgatunk egy dvoja számot, jó? És akkor együtt elemezzük egy picit. Jó, rendben. Hogy pontosan ez milyen hangulatodban született, illetve hogy hogyan alkotod meg a szövegeket. Na, ez jó lesz. És a Lélekdonor második órájában pedig még részletesen rátérünk a terveidre is. Rendben. Hamarosan jövünk. Újra itt vagyunk a Lélekdonor második órájában, vendégem Dvoja, akivel már egy órát beszélgettünk nagyon érdekes dolgokról, a rap műfajáról, ami egy elég speciális zenés műfaj, de úgy tűnik, hogy egyre felkapottabb a fiatalok körében, és Dvojáról tudni kell azt, hogy egy egyéni alkotóról van szó, aki saját szövegeket és esetenként saját zenét is szerez, és most hozott nekünk egy számot, a legújabbat, az egyik legújabbat, ennek a neve, a címe, a Fények és Lüktetés. Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy például ez hogyan születik a fejedben, meg ez az ötlet, hogy most erről szeretnél. Ugye ez a buli hangulatról igen, szól. Igen, ez egy abszolút ilyen könnyed parti hangulat a dal. Ennek az ötlete úgy született meg bennem, hogy kaptam egy alapzenét, ezt a zenét, és hát még másfél éve, úgyhogy már jó régen volt, és akkor nagyon megtetszett a hangulata, meg örültem, hogy végre van egy olyan zene a kezemben, ami abszolút egy ilyen klubos éjszakai, ilyen engedd el a gondolataidat és bulizz egy jót, és ezeket a hangulatokat meg érzéseket tükrözi, és egyből próbáltam megfogni ezt a hangulatot. És hogy ez hogyan sikerült, azt rögtön meghallgathatjuk. Ezeket fel,
12. Gyere. Tudom, hogy az élet mindig arcos, harcos, hogy a lélek morcos, ha a sorsod marcos, ezért kell egy este, mi az agynak karcos, kell egy hely, hol ütemre jár minden fej, kezeket fel, a zene elnyel minden gondot, épp az üveget bontod, akkor pont ott nincs számla, nincsen osztályzat, nincsen főnök, és nincsen kockázat, csak te vagy és a zene, az ütem, a fények, ma legyőzhetetlen vagy nem kergetnek remények, ma este a tömeggel úszol a ritmuson, túl az éjféli himnuszon, minden észmuson, ez itt a probléma mentes övezet, kösd be az övedet és bulisd az ütemet, igaz, hogy a hétköznap csak szórja a löveget, de ma este a golyó álló mellényed az üveget, ahogy egyre jön az álmos, érdes édes hajnal, úgy egyre többen táncolnak éhes hassal, úgy egyre többen bólogatnak kevesebb, hevesebb bajjal, úgy egyre felfokozottabb az éjszakai klubzaj, mindegy, hogy mivel jöttél, kocsival vagy busszal, a lényeg, hogy itt vagy és bírod még szusszal a másnap, hidd el, majd hozzá sok rosszat, ám ma este nincsen semmi, ami bosszant. Ott fények, a lüktetés, tart egyben minden, DJ, még napkelt ég, tartsd meg a szintet. Az ütem, a ritmus, tart egyben minden, DJ, még ma este takard el a ringet. A dallam, a rímek, tart egyben minden, DJ, még reggelig ne add rám az inget. A tények, ma este nem hoznak újat, hajnalig még küzdjük le a holnapot, a múltat. Ott fények, a lüktetés, tart egyben minden, DJ, még napkelt ég, tartsd meg a szintet. Az ütem, a ritmus, tart egyben minden, DJ, még ma este takard el a ringet. A dallam, a rímek, tart egyben minden, DJ, még reggelig ne add rám az inget. A tények, ma este nem hoznak újat, hajnalig még küzdjük le a holnapot, a múltat. Egyetlen este, mikor elsod orra tömeg, egyetlen este, mikor szívedben a fények, egyetlen este, mikor senki sem tör meg, egyetlen este, mikor helyben van a lényeg, mikor nem szakad a lélek, csak maximum a dobhártya, mikor a kezedben a pakliból az összes jó kártya, mikor tényleg akad valaki, aki csak a te szemedben látja a tüzet, a vágyak ma beteljesülnek. Amíg szól ez a track, addig felejtsd el a múltat, még a holnap is várat, míg a mad valami újat. Igaz, hogy egyszer mindig eljön a hajnal, bár a bár mindig vár, hogy a reggel is a bajjal, de még este van, táncolj, érezd a zenét, érezd a ritmust, a tömeget, a fényt és a hangerőt. Ebből meríts a holnaphoz erőt, a holnaphoz erőt. Ott fények, a lüktetés, tart egyben minden, DJ, még napkelt ég, tartsd meg a szintet. Az ütem, a ritmus, tart egyben minden, DJ, még ma este takard el a ringet. A dallam, a rímek, tart egyben minden, DJ, még reggelig ne add rám az inget. A tények, ma este nem hoznak újat, hajnalig még küzdjük le a holnapot, a múltat. Ott fények, a lüktetés, tart egyben minden, DJ, még napkelt ég, tartsd meg a szintet. Az ütem, a ritmus, tart egyben minden, DJ, még ma este takard el a ringet. A dallam, a rímek, tart egyben minden, DJ, még reggelig ne add rám az inget. A tények, ma este nem hoznak újat, hajnalig még küzdjük le a holnapot, a múltat. Akkor ebben az esetben, ha jól tudom, most, hogy meghallgattuk a dalt, a zene az nem a te szerzeményed, viszont a szöveg az a tiéd. Igen. Hogyan történik ilyenkor a szöveg alkotása? Egyből meghallgatom a zenét, jön egy elképzelésem arról, hogy ez én mit képzelek el. Hát jönnek ilyen, bevillannak képek, meg hangulatok, hogy mi az, amit érzek a zene által, és próbálom ezt a szövegben visszaadni. Jelen esetben hallottam egy jó klubos, bulizós éjszakai zenét, és gondoltam, hogy erre kéne írni egy nagyon könnyed, pozitív hangvételű, ilyen biztató, partira invitáló dalt, ami tényleg arról szól, hogy bulizd ki magad, meg engedd el magad, és hogy majd a gondok holnap jönnek, a tegnappal se törődj. Úgyhogy ezt próbáltam megfogni, és elkezdtem írni a sorokat. Nagyon lassan haladtam a szöveggel, mert szerint legalábbis nekem vidámabb dalt nehezebb írni, mint komorat. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye eddig ez azért annyira nem volt rád jellemző. Van egy-kettő szám, ami vidámabb, de általában ilyen velősebb. Igen. Mondani valóban. Általában inkább a problémáimat írom ki. Meg próbáltam egy picit ebbe a dalba is belevinni. Ott van benne, hogy felejtsd el a múltat, meg a holnap is várhat, amíg a mad valami újat. Vannak benne ilyen utalások, hogy most ez pont egy hangulat, meg hogy pont egy ilyen pillanat, amikor minden stimmel, meg semmi nincs környékünkön, de
Nem tudom, én úgy érzem, hogy sikerült megfogni ezt a bulizós hangulatot, meg a visszajelzésekből is azt tükrözték számomra, hogy ezt most elkaptam. Remélem, tényleg így van. Meg arra is nagyon figyelni kellett, hogy ne legyen ez a bugyuta partizós szöveg, amik ma nagyon hallhatók a tévében, meg a rádióban, mert azt a vonalat nem szeretném követni. Lehet, hogy hangzásba hasonlít azokhoz, az egy divat, meg egy mai hangzásvilág, azt igazából, az még nekem is tetszik, viszont ehhez is lehet komoly tartalmú szövegeket írni, úgyhogy mégsem lombozza le az embert szerintem. És hogy a zene mellett mennyire fontos neked az, hogy a műveid képi megjelenítés is megtörténjen, arról rögtön beszélgetünk. Újból itt vagyunk, Bolya a vendégem, aki hallgatta a műsort, már tudhatja, hogy rappel foglalkozik, ebben alkot. Viszont az is érdekelne engem, Dója, hogy te mennyire tartod azt fontosnak, hogy a műveidet videóklip formájában is megjelentesd az interneten, hiszen eddig azt hiszem kettő. Igen, eddig kettő készült. Volt. Melyik kettő az a szám, amiről készült? Az első az az Elégia című dalomhoz készült, a második az meg az Átvészelem címűhöz. Én nagyon fontosnak tartom a videóanyagot egy dalhoz, meg úgy látom, hogy az interneten is, meg a tévékben, rádiókban is azok a dalok mennek, amikhez készül videóklip. És nem tudom, egyébként tényleg érezhető az is, hogyha az ember meghallgat egy dalt úgy pusztán, akkor nem biztos, hogy annyira leköti, mint hogyha mellé lát egy képi anyagot is, ami profin, odafigyeléssel lett elkészítve, és a kellő hangulatot tükrözi, amit a dal közvetít. Ez sokkal jobban lefoglalja az embereket, mind a fül szempontjából, mind vizuálisan, és szerintem nagyon fontos, hogy ezek a klipek elkészüljenek. Igaz, hogy sokkal nehezebb, meg költséges is olykor, meg rengeteg szervezést, meg tervezést igényel, meg manapság már a képminőség sem mindegy, és mondjuk nem könnyű beszerezni egy jó minőségű kamerát. Mennyiben múlik rajtad ilyenkor a videóklip minőség, és mennyiben múlik azokon, akik ebben téged segítenek? Tehát hallgatsz-e mások véleményére, vagy egy az egyben a te koncepciódnak kell ilyenkor megvalósulni? Hát, ahogy eddig dolgoztunk a stábbal, eddig Muri MS-ével és csapatával dolgoztam együtt mind a két klipnél. Abszolút egy ilyen közös ötletbőrze volt, ki mit tud hozzátenni, ki mit tud beszerezni, kinek milyen ötlete támadt. Volt olyan is, hogy volt egy ötletem, és azért vetettük el, mert más abból tovább fűzött egy sokkal jobb ötletet, és akkor az került bele. A maga a klipnek a képminősége, az pedig javarészt nem rajtam múlik, még nem is a stábon, vagy nem is rajtunk, így a csapaton, hanem a lehetőségeinken. Hát igazából ez ebből kevés van, úgyhogy próbálunk kreativitással mindent kiküszöbölni. Aztán remélem, hogy innen csak előrébb minőségben is, meg mennyiségben is. Meg vagy elégedve a végeredménnyel? Tehát a klipek attól függ, nyilván a minőségi korlátokat figyelembe véve, melyik a esetleg, amelyik a szívedhez közelebb áll? Hát nekem mind a kettő ugyanolyan közel. Az Elégia az azért, mert életem első ilyen próbálkozása, meg alkotása. Annak még a képi minőségével is meg vagyok elégedve. Úgy készült abszolút, hogy az internetre, hogy lássák az ismerősök, meg esetleg az ő ismerőseik, hogy én ilyet is csinálok, meg ilyen is van itt. Tudod pontosan, hogy hányan nézték meg eddig? Követted? Ha jól emlékszem, 300, vagy 3000 valahány száz körül jár a megtekintés. A másiknak még 4500 felett. Úgy nagyjából követem, úgy hetente rá szoktam nézni, mert jó, ha képbe vagyok ezzel kapcsolatban, meg érdekel. Volt-e olyan megkeresés, aki a videóklip által talált rád, vagy kérdezett meg Facebookon keresztül, hogy mégis te mivel foglalkozol, vagy abszolút, tette fel veled a kapcsolatot? A legtöbb ember, aki nem a közvetlen ismerősöm, és megtalált, azok a klipek alapján találtak meg. Én így vettem ki. És hát általában azt kérdezték, hogy mióta csinálom ezt meg, hogy én csináltam-e a klipet, vagy én vágtam-e a klipnek a vágását, meg a mondani valóját, azt nagyon sokszor dicsérték. Úgyhogy arra nagyon büszke vagyok, hogy ezt így össze tudtuk hozni a csapattal, mert nem volt egyszerű, de mindent megoldottunk. És én úgy érzem, hogy nagyjából úgy sikerültek a klipek, ahogy szerettem volna.
Egyedül annyi, hogy sokat tanultam ezekből, meg szerintem mindannyian, akik készítettük, nagyon sokat tanultunk belőle, és ezeket fogjuk hasznosítani a későbbiekben, és ebben biztos vagyok. Van-e most olyan számod, amit szívesen látnánk klip formájában, mondjuk 2013-ban? Van, igen, meg tervben is van, nem is egy ilyen. És mondom, most már sokkal gördülékenyebben és sokkal több tapasztalattal fogunk neki látni, és több lehetőségem is lesz, úgy néz ki, hogy a minőségen is javítsunk. Úgyhogy úgy vagyok ezzel, hogy a tervek megvannak, már csak idő kell hozzá, meg összeszedni mindenkit, aki eddig részt vett benne, meg az új embereket is. És szeretnék mindig egy picit többet mutatni, mint amit eddig sikerült. Mennyi idő még ez érdekelne, amíg elkészül egy ilyen klip, illetve hány embernek a közös munkáját igényli? Hát az, hogy mennyi idő, hát úgy nagy átlagban tudom mondani a két klip alapján, hogy egy hónapot simán igénybe vett. Ennek a forgatási része az pár nap, jó esetben. Maga a háttérmunka, vagy a videónak a megvágása, az ellenőrzés, a kimentések, a színeknek a variálgatása, meg a képi beállítások, ezzel ment el a, mondjuk az egy hónapnak a java része. Ez egy otthonülős, ilyen pepecselő munka. De hát nem gond ez. Meg az a lényeg, ezekkel, hogy megértem, mert így megismernek téged meg, is. Meg jó, mert látszik az eredménye, szóval nem egy olyan munka, ami nagyon sokat kell ott bütykölődni, és nem látja az ember a végét, hanem folyamatosan mindig valahány képkockával több kész van, és amikor megvan egy perc a négyből mondjuk, akkor már úgy kezd örülni az ember, hogy jó tudom vagyok, meg menni fog ez, meg jó lesz ez. Meg marketing szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy megismerjenek téged. Igen, meg jó az, hogy tudnak a szöveghez arcot, meg baráti kört, meg társaságot. Mert én azt is hiszem, hogy nem elég, hogy én oda kiállok. Nyilván az a legfontosabb egy hallgató számára, hogy kiadja elő a dalt, de nagyon fontos, hogy mellettem a klippem, kik szerepelnek, milyen jellegű karakterek. Ezt azért tartom fontosnak, mert nem mindegy, hogy az ember kiket tud maga mellé állítani, akik úgymond támogatják, meg akik ott vannak vele. Mondhatnám most úgy is az utcanyelvű, hogy a trében, meg a jóban, mindenben ott vannak vele. Ez így is van, és nagyon örülök, hogy azokkal az emberekkel tudtam együtt dolgozni, akikkel, mert szerintem egy nagyon jó közösség alakult ki, így a Dvoja projektek körül is. Szerintem azóta már egymásnak nagyon sokat tudtunk segíteni. Én is a többieknek, meg a többiek is nekem, és gyakorlatilag barátságok formottak össze, meg szorosabbra azóta, és szerintem már több buli is ennek az eredménye is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezekkel az emberekkel tudtam együtt dolgozni, akikkel, és remélem még sokat fogunk. Így legyen, ezt kívánom, de konkrétan a terveidről foglak kérdezni még. Rendben, állok elébe. És a zenék után újra itt vagyunk Dvojával, akit arról kérdezek, hogy 2013 milyen terveket tartogat a számára, illetve hát, hogy neki milyen tervei vannak. Erről kérdezlek most Dvoja Dénes, hogy milyen... Nekem ez a 2013 egy tele tervekkel évnek néz ki. Igazából a sulit is most fogom folytatni egy kisebb szünet után, és emellé, amennyire csak belefér a szabadidőmbe, meg amennyi időt tudok ennek így csiholni a tanulás mellett, a legtöbb tervemet beszeretném fejezni, amit a zenei fronton gondoltam. Hol is tanulsz te? Az egyetem, Miskolci Egyetemen? Igen, Miskolci Egyetemen, Bölcsészkaron. Igen, és hát nem lesz könnyű, mert most vissza kell oda is rázódni, viszont már annyira belekezdtem a zenei dolgaimnak a munkálati folyamataiba, hogy azok már egy bizonyos szinten haladnak, és mondjuk az első lépéseket már megtettem az új tervek megvalósításában. Vannak konkrétumok, vagy még ezekről annyira nem szeretnél beszélni? Szívesen beszélek róluk, amennyi konkrétum van. Hát több videót meg klipet tervezek, ezeket már jobb minőségben is szeretném, meg lesznek olyanok is, amik nem konkrétan videóklipek lesznek, de mégis, szóval így éppen nem az, de mégis az, hogy egy egyszerűbb videó egy ötletes körítéssel tálalva, és ez például még az, hogy nem mondjuk a legjobb minőségű a kamera, még az sem probléma, mert ahogy mondtam, a kreativitás az sokszor megoldja az ilyen problémákat. Úgyhogy egy ilyen talált felvételes történetről lesz szó, amire ez meg pont passzol, az, hogy nem a legjobb a képminőség.
szerintem. Úgyhogy ilyen terv is van, meg konkrét image videóklip terv is van, ami nagyon nem szól semmiről, csak megmutatjuk magunkat. Valamint egy csomó dalom készül, nagyjából 10, abból van, amit már csak el kéne minden felvenni, úgyhogy ez hamarosan megtörténik, meg vannak olyanok is, amiknek még a szövege íródik, vagy a zenéje, vagy pedig közreműködő előadóval történik még az egyeztetés, úgyhogy most sokféle újdonság fog tőlem jönni ebben az évben. Mennyi idő mondjuk egy héten, vagy egy nap, amit ezzel a művészeteddel foglalkozol, be lehet ezt így határolni? Hát abszolút változó, olyan össze-vissza ritmusú az életem, meg a hétköznapjaim, meg a teendőim, hogy igazából amit tehetem, nekiülök valaminek, meg tehát ha erőm engedi. Tehát ez neked abszolút a hobbid is. Igen, meg ez hobbiként indult, meg én próbálok úgy hozzáállni az egészhez, hogy akárhányan hallgatnak már, nem fogom fel munkának, mert akkor nem tudom, hogy görcsössé válna. Úgyhogy én ezt igazából azért csinálom, mert nagyon jól esik magamból kiírni ilyen dolgokat, meg előadni ezeket. Nagyon jól esik egy koncerten látni, ahogy mások is élvezik azt, amit én gondolok, meg egyetértenek velem, bólogatják az ütemet, meg megfogja őket. Meg éneklik a szöveget, igen, ugye? Mert nagyon sokan ismerik. Is van. Hú, az nagyon nagy élmény volt most is decemberben, hogy tényleg az én dallamomat énekelték, meg szövegemet, hihetetlen volt. Szóval ezek azok, amik így éltetik ezt a hobbit, de én ezt hobbinak tartom továbbra is. Tehát nem ebből akarsz megélni? Hát nem ez a célom. Nem az a cél, hogy ebből pénzt keresek. Uh-huh. Azt, hogy keresek belőle, nagyon köszönöm szépen, tök király meg minden, de igazából, ha nem keresek vele pénzt, nekem az se baj, nem ezért csinálom. Tehát végül is valamilyen szinten, akkor azt lehet mondani, hogy reálisan állsz a talajon, és lesz egy foglalkozásod, és azon túl hát pedig igen, ez ezen megmarad. Vagyok. Aztán, hogy ez hova nő ki, hova nem, meg milyen igény van rá, az majd kiderül. De álmokat ilyen tőlem nem kergetek, hogy most ebből kéne pénzt csiholni. Mert hogyha erről szól az egész, akkor írhatnék egyszerű semmit mondó bugyot a szövegeket is. Vannak-e olyan előadók, akikkel mindenképpen szeretnél együtt dolgozni? Vagy álmod az, hogy velük valamilyen formában kapcsolatba kerülj? Igen, vannak. Vannak olyan előadók, akik kevésbé ismertek még, vagy annyira ismertek, mint én. Például van Cseh Adrián, egy tehetségkutatón ismertem meg, ahol együtt versenyeztünk. Vele egyeztettünk még korábban egy közös dalt, ami készülődik, nem tudom, hogy most ezt fogja hallani, vagy ilyesmi, nagyon régen beszéltünk, de remélem még benne van. Simon Fruzsival is már percégettünk egy ilyen közös dal témát, aznak is nagyon örülnék. A 46-os srácokkal is már amellett is sokat haknizgatunk együtt közös bulikon, és akkor beállunk egymás dalaihoz. Ezen túl is jó lenne valamit esetleg összehozni. Meg már volt is a nyáron is egy közreműködésen, Minimal Playernek működtem közre egy dalba. Azt is már így fellépéseken lehet hallani tőlünk. Ez egy nagyon vad dal lett, úgyhogy van mindenféle, meg nyilván vannak nagy álmok is, hogy úristen, ezzel a nagy régi kedvencemmel fellépni, de ilyeneket azért nem kergetek, még nehezen működök közre egyébként. Általában a saját magam megszokott ritmusát szeretem, meg azt a szövegvilágot. Nehéz veled együtt dolgozni? Tehát most nem a videóklip készítésnél, azt hiszem, tudom, hogy igen, nem hiszem, de hogy vagy nehéz ott lenne. Nem, de hiszem, hogy művészek nehéz egymás lenne. Között nehéz? Szerintem nem nehéz velem együtt dolgozni, csak nehezen szánom rá magam. Nem tudom, úgy... De mi úgy, az oka vajon? Hogy mert mindig van egy zene, meg egy dal, meg egy téma, és nekem arról van egy olyan konkrét elképzelésem, hogy nem biztos, hogy meg tudom, hogy én mennyire vagyok képes, és nem tudom, hogy a másik hozza azt a szintet majd, és akkor ilyenkor már óhatatlanul kialakul egy személyesebb kapcsolat, meg akár egy baráti kapcsolat, és ilyenkor már nehezen mondja meg az ember a másiknak, hogy hú, figyelj már, az a két sorozat nem jó, meg ha látom, hogy a másik nem enged belőle, akkor még nem akarok így odaszólogatni neki, viszont valahogy meg kell oldani, hogy ezt a zenei szakmai vonalat, meg az emberi baráti vonalat ilyenkor külön válasszuk. De egyébként jól szokott működni, csak én nekem ez egy kicsit még nehéz, hogy erre mindig így könnyeden rászánjon magam, de szerintem dolgozom, az ügyön menni fog. Biztos vagyok benne, és hogy pontosan milyen nagy terv van most 2013-ban, erről már részben beszélgettünk, de a következő megszólalásban
még fel fogjuk hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy lesz egy valószínűleg egy lemez, és van egy lemez, és annak lesz egy folytatása, de erről a zenék után. Eljött a lélekdonor utolsó pár perce, viszont Dójától még mindenképpen meg szeretném azt kérdezni, hogy ugye 2012-es év egyik nagy rap összefogásának köszönhetően létrejött egy lemez, aminek az a címe, hogy Acélművek. Ezen van Dójának egy szám, amit egyébként most a műsor végén meg is fogunk hallgatni. Ennek valószínűleg lesz folytatása. Milyen terveitek vannak ezzel kapcsolatban ebben az évben, Dója? Így van, ennek lesz folytatása, mégpedig lesz egy Acélművek 2, ugyanilyen válogatás lemez, ez a Miskolc és környéke, úgyis mondhatnám, hogy Borsod megyei válogatás, amin szerintem a föld alatti repnek és a kicsit ismertebb repnek a krémje lesz majd megtalálható, és már egyre többen jelezték, hogy fognak dalt beküldeni erre a lemezre, úgyhogy elég kemény szűrőn fognak átmenni a dalok, hogy egy lemeznyi legjobb dal legyen összeválogatva, valamint még ennek lesz egy előfutára, úgy néz ki, egy ilyen rengeteg helyi előadó által összehozott nagy, hosszú repszám, ami annyit takar, hogy mindenki ír egy versszakot, az olyan 16 sor saját zenére, saját szöveget a megadott témában, ami jelen esetben minden igaz az összefogás lesz így Borsodban. És akkor ezeket mindenki beküldi, és amelyikik a legjobbnak tűnnek, ez nem lesz kevés, ezt már most előre mondom, azt helyi DJ-k fogják összekeverni, és egy ilyen nagy összefogás mix lesz végül is. Úgyhogy ez lesz az ilyen kedv csinálója majd szerintem az új Acélművek 2 lemeznek. Ez nagyon szintén izgalmasan hangzik. Igen, én is, amikor összejött az ötlet, akkor nagyon megörültem neki. Meg jó érzés, hogy van egy ilyen összefogás itt Miskolcon és környékén, mert ennek még nem volt példája, és szerintem már most elmondhatom, hogy egy baromi jó közösség alakult ki. Már eljárunk egymás koncertjeire, akik kinek hol, hogy van. Most is az Alsó-Zsolcai bulira is jöttek régi miskolci rap csapatból, az Egyenletekből, ami külön öröm volt, mert rajtuk nőttem fel részben zeneileg. Úgyhogy össze is barátkoztunk egyből, nagyon jó volt. Úgyhogy én ezt az egész Acélműveket csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy akit egy picit is, csak egy picit, ha érdekel a repzene, akkor mindenképpen töltse le, mert ingyenes, és így nagyon jó, kellemes egy órát ad szerintem tartalmas szövegekkel, jó ritmusokkal, dallamokkal. Szerintem egy nagyon jó helyi összefogás lett ez, jó projekt nagyon. Biztos vagyok benne, én nagyon szépen köszönöm, Dénes, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Szívesen, remélem máskor is elfogadod a meghívást, hogyha összejönnek ezek a projektek, és most pedig hallgassuk meg a számodat, az Acélművek című lemezről, melynek a címe? Hald a szavam.
E magán-magányban, szeretet rakományban, bízunk, mint hiába, nem jön a kormányban, sofőr hiányban, de se baj, piányban. Berugunk pár ajtót és arcot, majd berugunk, és holnap majd berugrunk, hozzád vagy a Dunába, bungee jumping kötél nélkül, nedves ruhában. Ennyi a lét, ebben az anyagias harcban, pakold a lét, és ne higgy az örök karcba, mi az arcban ráncként, vonul nyomban, táncként nézed a térdeplést a templomban, több szép van egy régi lomban, mint egy új szalomban, a szeretetért már a pultnál állunk sorban ma, amennyi pénzed van, annyi barátod, így a magány az egyetlen hűtársaságod. A hited elveszett, a helyed nem lehet, csak a poharadat emeled, mint a boncolási leletet. Ha épp nem találod a helyet, mondom, hald a szalamszal. Ha nincsen melletted senki, mondom, hald a szalamszal. Ha belülről a magány, mondom, hald a szalamszal. Ha nem tudsz felmutatni más, csak pénzt, hald a szalamszal. Ha elveszett a remény benned, mondom, hald a szalamszal. Ha nem tudod, hogy hová tart, azt mondom, hald a szalamszal. Ha elfogyott az erőt küzdeni, hald a szalamszal. Mert egy csónakban nem ezünk, ezért hald a szalamszal. Annyi háború van, és évről évre toljuk. Csodálom, hogy az olimpiai lángot el nem oldjuk. A békéért a szavaimat bedobom a küzdőtérbe, a néma ételbe. Ez egy paradox matrix, vagy csak az elme láttatja velem, hogy van még értelme küzdeni. Itt már a mennybe kell üzenni, a lelkünk üzemi, előre gyártott. A média manipulációval így jártott. Az áltársadalomnak benne az áll egyének. Ne higgy a főnyerésznek, az érzelembegyésznek, mert minden egyes érvnek, évnek és vénynek megvan a bűne, látod a hidak égnek. Buktat a dűne, nincs értéke a mégnek. Az emberi vágy már csak vagyont köpül, pedig a javak nyújtott a boldogság a valódi mellett eltörpül. Ha épp nem találod a helyet, mondom, hald a szalamszal. Ha nincsen melletted senki, mondom, hald a szalamszal. Ha belülről a magán-magány, mondom, hald a szalamszal. Ha nem tudsz felmutatni más, csak pénzt, hald a szalamszal. Ha elveszett a remény benned, mondom, hald a szalamszal. Ha nem tudod, hogy hová tart, azt mondom, hald a szalamszal. Ha elfogyott az erőt küzdeni, hald a szalamszal. Mert egy csónakba nevezünk, ezért hald a szalamszal. Ha épp nem találod a helyet, a helyet, ha nincsen melletted senki, ha felülről a magán, ha nem tudsz felmutatni más, csak pénzt, ha elveszett a remény benned, ha nem tudod, hogy hová tartasz, ha elfogyott az erőd a küzdeni, akkor hald a szava, mert egy csónakban nevezünk.